Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt az Igazi Dokmen TV adása. Benne a operatív és a törzsfeje Laci király. A guru, akiben csalódni fogsz, ha még nem tetted volna, akkor kérlek iratkozz fel az Igazi Dokmen TV YouTube csatornájára. Lájkold, diszlájkold, illetve kommenteld annak a tartalmait, ízlésed vagy ízléstelenséged szerint, de mindenféleképpen nyomjál rá a kis harangra és oszd is meg a tartalmakat. Kövess be az Instagramon, a Facebookon nyomjál a subscribe-ra, fenn vagyok az X-en, az Instagram Threads-en, van TikTok csatornám, várok oda mindenkit, van Reddit-em, oda is várok mindenkit, van egy külön bejáratú Dopefiber mafiám, oda is várok mindenkit, lehet támogatni a tartalomgyártást a Patreonon, www.patreon.com/ az Igazi Dopmen TV, vagy pedig banki átutalással, esetleg PayPal formájában. Ezek a lehetőségek meg lesznek adva a videó leírásában. Nem kell nagy szorgalom ahhoz, hogy utána nézzetek, és hogyha úgy érzitek, hogy szeretnétek jegyet venni a koncertre, vagy megvenni a lemezt, akkor így megtehetitek. Ha már koncertről van szó, január 17-én Gangsta Zoli és Kártel 30 éves jubileumi koncert a Papp László Arénában, a jegyek kaphatók a www.livenation.hu oldalán, illetve az adásunk szponzora az Energy, magyar termék, egészség, egzotikus ízű frissesség, és a Dope Hitel, ami hiteleket illetően a legjobb hely, www.dopehitel.hu. Ezzel az önreklámozást, az önajnározást abba is hagytam, de ez bármikor újra előfordulhat a videó folyamán, úgyhogy ha valakit ez irritál vagy idegesít, akkor kérem távozzon, hogyha pedig ő szeretne idegesíteni engem, akkor maradjon és ezt komment formájában megteheti. Aki nem egy troll, hanem igazán érdeklődő alak, csatlakozhat a La Mafia szangához. Ha már csatlakozás, akkor az Igazi Dopmen TV YouTube csatornájának a csatorna tagságához is lehet csatlakozni, ugyanis például a csatorna tagok most exkluzív hozzáférés formájában nézhetnek egy videót, aminek az a címe, hogy ezért néztek, jól van ez itt. Ez egy Doperános podcast, Gyuszi Moltisántival és Dopi Szopránóval, aminek a további epizódjai majd érkeznek az Igazi Dopmen TV YouTube csatornájára. Valószínűleg ez az adás, ez valamikor hétfőn lát majd napvilágot a nagy közönség számára, de a csatorna tagság már most is elérheti, hogyha szeretné. Egyébként én itt közben egy új Dopmen lemezen dolgozom, most egy nagyon slágergyanús dal csinálok, már hogyha tőlem még tudnak érkezni slágerek, bár szerintem minden számom sláger, csak már más a sláger, mint amit én slágernek gondolok. A dal egy ilyen igazi tanítás az életemen keresztül, a címe Egyszer lenn, egyszer fenn, de nagyon bírom, viszont mielőtt nekiállni, keverni egy kicsit még, úgy gondoltam, hogy bejelentkezem, és hogyha tegnap volt egy darmadik típusú vlog, akkor most jön egy operatív tematikájú videó, és aztán holnap megint egy darmadik típusú, és aztán jövő héten meg egy rakás Doperános jobbnál jobb témákkal, és hogyha lesz időm tartalmat gyártani, akkor természetesen újra fogok. Csak azért gondoltam, hogy csinálok nektek egy videót, mert a héten szerepeltem a Komment című hírtévés műsorban, ahol nagyon parázs vita alakult ki a résztvevők között. Ott volt Mészáros Nóri, a műsorvezető, Szanyi kapitány, az ISZON vezetője, Juhász Bence, politológus, Bezse Dalás, Balázs, Dezse Balázs, Bezse Dalás, jaj, de nagy név. És jó magam, Dopi Szopránó, Pityinger Dopmen László, és ugye természetesen a Balázs meg én be voltunk osztva kormánypárti megmondóknak, míg a másik kettő figura az ellenzéki oldalt képviselte. Talán azt mondom, hogy a Balázs az még beillik a kormánypárti média munkások körébe, amivel nekem semmi problémám nincsen, hiszen mindkét közegből vannak haverjaim, barátaim, de jó magam azt hiszem, hogy
valahonnan talán középről a rabbi pozíciójából nézem az életet, még akkor is, hogyha sokan szeretnének a Fideszhez oda söpörni, illetve gondolják, hogy igyekszem oda sonfordálni. A sonfordálás nem a műfajom, viszont hogyha felkérnek tanácsadásra, tartalomgyártás, vagy bármi más szempontból, nagyon szívesen bocsátom a szolgálataimat az Orbán kormány rendelkezésére, de jó fizető ellenzékieknek sem állok ellen. Gyerekek, aki többet fizet, az kapja meg a megfelelő tanácsadást, hiszen tudjátok a Heldorado óta, hogy Dopman papa az hogy működik. Gangstába vagyok, tesó. Gangsta. Zen buddhista. Gangsta buddhizmus, amit mi tudunk. Persze lesz, aki nem érti a humor, de nem probléma. Ez eddig is így működött, és eztán is így fog. Ha több lenne a humoros ember a világban, akkor kevesebb lenne a háború, meg a hétköznapi probléma, de mivel a hétköznapi problémák és a háborúk is számosak, emiatt úgy néz ki, hogy a humoros emberből sincsen elegendő ezen a golyóbison, bassza meg. Szóval a kommentben szerepeltem, és akkor még az volt a téma, hogy az Európai Unió igyekszik központosítani, ami mostanára már egy nyílt titok, és erről beszéltünk is részleteiben. És azóta történt egy-más, és gondoltam, hogy ennek az egy-másnak a fényében igyekszem ezt a vitát kiegészíteni némi nemű ismeretekkel, mert azt gondolom, hogy túl sok a tévképzett vezérelt ember ma Magyarországon, aki nem teljesen helyén látja a dolgokat, és ez köszönhető annak egyébként, hogy a politika és a közélet műfaj az most már nem a valódi tényeknek a ütköztetése, illetve a józan paraszti észnek a felcsillanása, hanem inkább ilyen elképzelt narratíváknak a ütközése és háborúja, mind a szellemi, mind a fizikális síkon. Sajnos idáig jutottam már abban is, hogy a háborúkat lassan így fogjuk vívni egymással, narratívák mentén. Természetesen a narratívák megalkotói azok nagyon jól járnak a mi háborúskodásunkon, de mi ezt nem veszük észre, és folytatjuk folyamatosan, és fest, hiszen azt hiszük, hogy az általunk elfogadott és elhitt narratíva az igaz. És ugye kijött a GDP-vel kapcsolatosan egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy kétségbeejtő szám, és egyből elkezdték temetni a magyar gazdaságot, amire némi nemű vigaszt nyújtott, hogy a Standard & Poor's az befektető barátra értékelt az országot, tehát nem sorolták bovli kategóriába, viszont az IMF az vészterhes jövőképet rajzolt le, legjobb tudomásom szerint, de közben a kínaiak is mozgolódtak valamit az Európai Unióval kapcsolatban. Tehát nagyon komplex a kép, és az, hogy megfelelőképpen tudjuk értelmezni, ideje most már helyre rakni némi nemű dolgokat, így az Európai Unióval, az uniós pénzekkel kapcsolatban, illetve azzal egyáltalán, hogy hogyan működik ez a dolog, és miért van úgy, ahogy van, és miért ilyen nagy hatású az, hogy a nemzetközi gazdasági folyamatok hogyan alakulnak. Hiszen látjuk azt, hogy Magyarország, aminek az ipara az elég szorosan összekötődött a németországi iparral és annak a működésével, most éppen a német ipar gyengélkedésének a levét issza, és ez miatt nem produkál olyan számokat, amilyenekre az emberek rácsodálkoznának, vagy amit örömmel fogadnának. Hozzáteszem azt is, hogy a pozitív gazdasági emelkedés az magában egy nagy dolog. Tehát, hogyha egy gazdaság csak 1%-ot emelkedik, vagy másfelet volt ilyen a kínai gazdaságban, még közvetlenül mielőtt ez a második nagy repülésük elindult, hogy csak 1%-ot nőtt a gazdaságuk éves viszonylatban, és ez egyáltalán nem volt tragikus rájuk nézve, hiszen láthatjuk, hogy most hol tartanak a világgazdaságban. Persze az is kérdéses, hogy ez a folyamat, amiben benne vagyunk, ez mennyire egészséges az emberi lény és az emberi létnek a szemszögéből, hiszen valljuk be őszintén,
hogy az egész életünket a növekedés folyamatos fenntartására alapozzuk, ami magyarán úgy néz ki, mintha egy ember folyamatosan enne. Tehát csak akkor érezné, hogy visszaigazolja a világ, vagy akkor érezné, hogy működőképes az élete, ha folyamatosan tömni tudja a fejét. Hát tudjuk, hogy ez hova vezet. Előbb-utóbb mindenféle betegségeket produkál az emberi szervezet, és az emberek sokszor szörnyű és fájdalmas halált halnak ennek következtében. Tehát eleve egy kurvára téves elképzelés az, amikor azt hisszük, hogy a gazdaság folyamatos fejlődés és növekedése az, ami a mi életünket kerekebbé, egészebbé vagy boldogabbá teszi. Ez már is egy kritika részemről mindenki felé, aki az életet a gazdasági fejlődésben határozza meg, legyen az Orbán Viktor, vagy az ellenzéki politikusok, vagy éppen az Európai Unió. Én azt gondolom, hogy a mérték társadalma sokkal tovább jutna, és sokkal élvezetesebben tudná átélni a létezés örömeit és fájdalmait, de hát az az igazság, hogy a közös játék, a közösen írt narratíva, az együtt írt mese, mert az emberek együtt írják a mesét, az így működik. Hát, hogy mennyire együtt írjuk a mesét, hát gondoljatok bele abba, ugye, hogy ilyen világvége forgatókönyvek folyton jönnek, és akkor ugye azt mondják, hogy hát itt borzalmas éhezés lesz, el fog fogyni minden táplálék is. Azért kell már rovar tenni, meg ilyenek. És olyan vicces, nem, hogy közben látjuk, hogy minden tele van kajával, és hogyha oda mentek egy multihoz, most nem mondom, lehet T betűs, vagy A betűs, mindegy, akkor a nap végén ilyen iszonyú mennyiségű kaját kidobnak, ami közvetlenül lejárt, vagy valami, amik egyébként meg jók, és odaadhatnák őket szegényeknek, vagy akik rá vannak szorulva, de hát látjuk azt, hogy a nyugat-európai társadalomban, vagy a fejlett nyugaton a szegények is kövérek, tehát túltápláltak, és ilyen módon gazdagok, hiszen több van bennük, mint amire szükségük van. De ha belegondoltok, hogy éhezik a bolygó, ilyenekkel jönnek, és közben meg dobáljuk ki a kaját. És arról, hogy éhezni fog a bolygó, csupa dagadt ember beszél. Tehát, de ezt írjuk, ez a mese, és akkor addig írjuk a mesét, amíg előbb-utóbb manifestálódik az. Valahogy egyébként így van ezekkel a számokkal is. Tehát például, amikor ezt a vitát is folytattuk az uniós pénzekről, meg hogy mennyit kell befizetni, mennyit kell kiadni, mindenki jön ilyen számokkal, meg mindenféle statisztikákkal, meg ábrákkal, és többi, de ezek igazából mind csak a narratívának a részét képezik, mert ki a faszom tudja, hogy igaz vagy nem. Tehát ugye azt mondják, hogy szörnyű, lesújtó helyzet van a magyar gazdaságban, de a Lidlibe, vagy bármelyik közérbe, Aldiba, a kosárért is sorba kell állni, mert mindent megvesznek az emberek. Azt mondják, nem költenek az emberek, de iszonyatos pénzmennyiségeket szórnak ki, sőt az amerikai nagybátyám, aki itt volt egy pár héttel ezelőtt, azt mondja, hogy itt több új autó mászkál, mint Kaliforniában. Tudom, ilyenkor jön az, hogy hitelből, hát ott is hitelből vesznek mindent, autót is, házra meg esélyük sincsen, mert azt maximum bérelni tudnak többségében az emberek, míg Magyarországon például a magántulajdonnak a mértéke az igencsak magas. De hát mindenhol mások a szokások, és mások a történéseik. De hogy mi van pontosan ez az Európai Unióval, mert most már kialakult itt egy narratíva, hogy ez az Európai Unió, ez valami ilyen kegyes nagy jó, akit ez a gonosz magyar, mondják ezt egyes magyarok, ez a gonosz kis Magyarország élén a kis döblögiével, és az oligarcháival folyamatosan csesztett, hogy nem tudjon még több pénzt ellopni, és hogy ez az Európai Unió eddig nagyon szívesen adta a pénzt, de most már rájött, hogy itt mi folyik, és ezért most már nem akarják adni. Tehát azt gondolják, és ezt meg is fogalmazták a Szanyi barátom, és a Bence is, aki egyébként egy nagyon helyes fiatal ember, egy tipikus mai fiatal, 27 éves, és természetesen azzal a hevülettel és forradalmi lázzal fogalmazta meg a mondandóját, amit ő képzel a világról, de ugye azt mondták, hogy
pénzt azt, nem, azt politikai alapon osztogatják az Európai Unióban, igazából nem gazdasági alapon, és Magyarország azért nem kapja meg a pénzeket, mert hogy a politika az nem teljesít megfelelően az Európai Unió igényeinek. Tehát ezt továbbra is szeretném mondani, hogy mikor Magyarország belépett az Európai Unióba, azt valamilyen szinten politikai, de legfőképpen gazdasági alapon tette, mert, mint azt a műsorban is mondtam, a kapitalista folyamatos fejlődés fenntartásához az Európai Unió szövetségének újabb területekre, újabb piacokra van szüksége, és ehhez bővíteni kell az Európai Uniót, illetve további kapcsolatokat kell fölvenni olyan országokkal, ahol lehetséges piacok vannak, ahonnan beszerezni lehet árut, és ahova eladni lehet árut. És ilyen módon egyébként a világ többi részével is kapcsolatba kell állni, igyekezni kell bővíteni a piacokat, és arra is rá kell jönni, hogy a gazdaság az totálisan globálissá vált, magyarán nem nagyon van olyan hely a világon, amelyik a többi ország sorsától és működésétől függetlenül tudna működtetni gazdaságot, illetve gazdagságot. Csak egy olyan ország, mint mondjuk Svájc, ami ráment a bankszektornak a fejlesztésére, ugye a pénzmosások hivatalossá tételére, illetve ugye kifejezetten ezt a szolgáltatást nyújtja. Ez olyan, mint amikor valaki kézműves árut árul nagyon drágán. Nagyon jó minőségű szolgáltatást ad, és nem akar túlnyújtózni a takaróján, hanem azt, amit ő csinál, egyedivé teszi, és nagyon drágán adja. Ezt nagyon kevesen tudják a mai globalizálódott világban megtenni, ebben a kapitalista termelési modellben, amiben egyébként a világ él. Tehát a magyar GDP-t is majd érdemes lesz ennek a fényében kezelni, és a magyar GDP-nek a számait is, ami egyébként, hát ugye nyilván, hogyha számokat nézzük, az nem igazán előnyös, és lehet, hogy a jövőben érezteti majd a hatását, csak ezeket érdemes ugye szem előtt tartani. Tehát még egyszer, az unió az nem jótét lélekként, és nem a két szép szemünkért vett föl minket, hanem azért, amiért a NATO is, mert rengeteg kiaknázatlan lehetőség van Magyarországban. Mind a földrajzi elhelyezkedése, mind az édesvízkészlete, és egyébként a gazdasági lehetőségei miatt, nyilván egyébként, azonnal háttérbe szorították már az agráriumunkat a belépésünkkor, tehát nem szerették volna, hogy mi az első számú adottságunkból, ami a mezőgazdasági ipar, vagy a mezőgazdasági termelés profitáljunk, hanem elsősorban ugye felvevő piacnak szántak minket, plusz ugye ide helyeztek előbb-utóbb gyártó kapacitásukat nyugatról, az autóipar, és itt az összeszereléssel, illetve a gyártással bíztak volna meg minket. Tették mindezt azért, és ugye itt arról volt szó, hogy amikor mondták, hogy a vita partnerek, hogy mikor mondtam, hogy kiviszik a profit nagy részét az országból, és tulajdonképpen, ahogy ez Orbán mondja, hogy többet visznek el, mint amennyit betesznek az országba, ez is mutatja azt a kicsit képtelen helyzetet, amit az Európai Unióban kialakult. Tehát, hogy minket azért szeretnek nagyon, mert a nyugatinál olcsóbb munkaerőt kínálunk, viszont szakértő munkaerőt, jó minőségű munkaerőt, de nem elég ez, hogy olcsóbb és jó munkaerőt képvisel adunk, hanem még az is jó, hogy kellemes adó környezetet biztosít számukra a mindenkori magyar kormány, a magyar állam. Egyébként előttünk először a szlovákok lendültek így föl, meg a csehek az autógyártásból, és utána jöttek át ezek a gyárak hozzánk. Nyilván jobban megérné a munkaerő
viszonylatában még keletebbre termelni, de ott kevésbé gondolják, kevésbé megbízható a munkáról, vagy hogyha egészen keletre mennek, ahol nagyon professzionális a munkáról, ott pedig a szállítási költségek igencsak magasak. Tehát amit tudni kell, hogy mi magyarok, ugye mivel az Európai Uniós rendelkezések, meg alapszabályok, meg mindenféle dolgok nem engedik, hogy abban kikerekedjünk, amiben igazán jók lehetnénk, és nyilván van egy csomó kudarcos dolog, amit végre lehetne hajtani, és végre lehetett volna hajtani, és amik elégnek ebben a szemléletben, kellemes adókörnyezetet biztosítunk ezeknek a cégeknek, jó munkaerőt, és mindezt egyébként azért adja meg a magyar kormány, hogy a magyar embereknek legyen munkája. Tehát amit megteremt a magyar kormány ilyen módon az az, hogy sokan tudjanak menni dolgozni. Viszonylagosan és egyre magasabb fizetésekért. És ugye ez az, ami most elkezdett akadozni, mert ugye a kritikusok azok azt mondják, hogy nem jó a kormány gazdaságpolitikája, mert túlzottan a német iparra van hagyatkozva, de ezek azok a kritikusok, akik egyben a keleti nyitás gondolatát is kritizálják. Tehát itt egy alapvetően paradoxon véleménynyilvánításban vannak, mint ahogy egyébként nagyon sokszor kerülnek önellenmondásokba a politikai véleményalkotók, vagy megmondó emberek, mert egyik pillanatban mondják ezt, a másik pillanatban mondják azt, és ez azért van, mert ők vágyvezérelt tévképzetektől félrevezetett, és elsősorban ideológián és eszmén alapuló világlátásukhoz próbálják hozzátörni a világot. Tehát a koncepciójukhoz próbálják formálni a világot, és mikor kiderül számukra a világnak a komplexitása, akkor igazából néznek, mint a moziba, hogy hoppá, mi van, értitek. Na most, ugye a jelen helyzet is azt mutatja, hogy a magyar gazdaság az igazából azért van trébe, mert a nyugat-európai gazdaság, az Európai Unió gazdasága trébe került. Tehát a magyar gazdaságnak az első számú partnere az a nyugat-európai és az amerikai, az atlantista ugye régió, és ide dolgozik, és ide termel exportra. Egyébként ezért is van forint, mert a magyar gazdaság export alapú gazdaság, tehát hogyha viszonylagosan alacsony a forint árfolyam, akkor a euróba vagy dollárba kifizetett export termékek ára visszaváltásnál magasabb lesz. És hogyha mondjuk az inflációt ehhez képest jól kezelik, amit most nem nagyon sikerült a világ folyamatoknak a hatására, akkor ez plusz haszonnal kecsegtet. Ezeket csak így fejből mondom, tehát nyugodtan megcáfolhat bármilyen közgazdász akar, de azt a műsorban sem nagyon sikerült nekik a kiabáláson kívül. Na most, tehát a magyar gazdaságnak a gyengelkedése ugye azért történik, mert az egész nyugat-európai gazdaság gyengelkedni kezdett. Sőt, ellentétben Magyarországgal most már Németországban Volkswagen üzemet készülnek bezárni, amely német gazdaság szemszögéből elég ijesztő lehet, és ugye ezek a jelenségek folyamatosan zajlanak, először a Covid-nak, most pedig a háborús jelenséget kísérő szankciók hatásának hála, meg annak a képmutató és fals viselkedésnek hála, amit a Nyugat-Európai Szövetség rendszer folytat és mutat. Mert azt mondom egyébként, ha fölvállalná magát, és azt mondná, hogy bassza meg, mi tényleg az ukránokkal vagyunk, és támogatjuk őket jóba-rosszba, és fogjunk össze, és basszunk oda az oroszoknak, nem pedig az, hogy ezt mondjuk, és közben üzletelünk az oroszokkal, meg Kínával, meg mindenkivel, mert iszonyatosan Kína ellenes mindenki, még Amerika Egyesült Államok is, Trump is egyébként, ahhoz képest csak azt nem értem, hogy ez hogy csinálja, amikor mindent Kínába csinálnak. Tehát nem véletlen az a mondás, hogy ami nem kínai, az biztos, hogy hamis.
Régen a kínai volt a hamis, most meg a kínai az eredeti. Minden kínai az. iPhone-tól kezdve a Made in America minden kínai, az összes cucc. Tehát, hogy nem tudsz Kínával kereskedni, az hogy oldod meg, hogy egyszer csak vége van, de állítólag meg lehet oldani. Tehát még egyszer mondom, a kritikusok szemszögéből ugye pontosan azzal kerültek szembe, amivel mondjuk azt, hogy a magyar kormány is szembe találta magát, hogy pragmatikus alapon, hogyha előfordul egy válsághelyzet, akkor bizony meg kell célozni más piacokat, mert ha nem lesznek más piacok, meg más partnerek, akkor úgy fogunk járni, mint most, és egyre szarabb lesz a GDP. Mert a világ globális lett, és a gazdasági folyamatok összefüggnek. És attól független, hogy bizonyos országok háborúznak egymással, ettől független a gazdaságuk is valamilyen fura, perverz módon közös, tehát ilyenkor egy ilyen önmarcangoló belső szervezeti polgárháborút nézünk, mert az az igazság, hogy Tajvanon gyártanak valamit, amihez Kínába gyártanak még valamit, Oroszországból hoznak hozzá nyersanyagot, és Amerikában meg fölhasználják, amit Koreába összeszereltek. Magyarországon felrakják rá ezt, ott, azt, ott, amazt. És ugye azt csinálták most, hogy ez a háborús műsorral, meg a hozzá fűződő ilyen képmutató szankciókkal, amiket folyamatosan meg áthágnak azok is, akik hozzák, de ezzel lassítják a gazdasági folyamatokat, tulajdonképpen ellehetetlenítik a békeidőben működő gazdaságot, és ehelyett megerősítik a háborús, illetve a gyógyszerlobbit. Hát ennyi történt igazából. Tehát teletömték pénzzel a fegyveripart és a gyógyszeripart. Az elmúlt 4 év erről szól, gyerekek. Ne legyünk álomvilágban. És amikor úgy érzik, hogy majd föl kell ébreszteni globális ipart, akkor majd megint minden el fog indulni, és ez az összefüggő üzem elkezd majd rotyogni, és elkezd termelni, és akkor mindenki nyugodtabban fogja megenni a McDonald's hamburgerjét, vagy a Burger Kingjét, vagy amivel tömi épp azt a nagyon okos fejét, miközben okoskodik. Arról, hogy jogállam, meg ilyenek. Tehát Magyarországnak a pénzt nem azért nem adják, mert hogy itt jogállam van, vagy nincs, mert az ő véleményük szerint akkor se volt jogállam, amikor adták a pénzt bőszen, hanem egész egyszerűen azért nem adják, mert Magyarország ellentétben más képmutató országokkal, akik egyébként ugyanerre törekednének, kinyilvánította, hogy nem hajlandó magát föláldozni ennek a vonulatnak az oltárán, és ennek nevébe ugye kinyújtotta csápjait mondjuk Kína felé, ideengedte a akkumulátorgyárakat, amiért egyébként a nyugat-európai cégek is hörögtek és könyörögtek, és stb., illetve beleszállt a vonatnak a működtetésébe, felépítésébe, ebbe a sem útvonalas vonatba, hogy a kínai járók itt menjenek keresztül Magyarországon. És az az igazság, hogy egy rakás olyan gazdasági folyamatot indított el, és ezek elsősorban gazdasági elképzelések, amikkel keresztbe baszik a magállamoknak, illetve annak a német nyelvű, mert ez a nyugat-római birodalom, az senki ne legyen tévedésbe, azért, mert Európai Uniónak hívják, ez a nyugat-római birodalom, előtte a római birodalom, és a német császárság, mindegyik ez összefüggően ez volt, és az az igazság, hogy mi ennek azzal a keresztbe baszunk, hogy nem beállunk ebbe a dologba pólogatva, hanem igyekszünk a kereteken belül lehetséges lehetőségeket maximalizálni ilyen módon. Ennyi történik, szarnak a jogállamra. Nem érdekli őket, hogy itt hány buzi menetelhet, ez az egész gender, ez az egész LMBTQ, majd minden, ez ilyen gumicsont, ez a műsor része, ezt kirakják, hogy az emberek ezzel hőzönkessenek, pró meg kontra, de igazából nem erről szól a dolog, hanem arról, hogy próbálják egybe kovácsolni a birodalmat központosítással, föderatív módon, és ez egyébként valamiféleképpen ugye egy sokkal, mi az, amit nem szeretnek, melyik államforma, autokratikus működéshez fog vezetni. Tehát ez nem is kérdés, és ugye ennek a tesztjei és próbái zajlanak a Covid-dal, illetve
a háború során meghozott szankciókkal és az ahhoz való csatlakozásokkal. Tehát, hogyha a jogállamot nézzük meg, a sajtó szabadságot, Nyugat-Európában sem lehet függetlenül sajtóban véleményeket megfogalmazni, aki nem a mainstreamet mondja, ugyanúgy kibasznak vele, mint mondjuk itt Magyarországon basztak ki azzal, aki a Fidesz hatalomra kerülésekor ellentétesen szólalt föl, vagy másik oldalról kritizált. Tehát ezt meg kell érteni, itt nem a jogállam a lényeg, hanem az, hogy igyekeznek megvágni a szabad döntéshozatalnak a szárnyait. Mint egy bonszájt úgy vágják az országok jogait, mert úgy lehet központosítani, mert ez az elit azt gondolja, hogy Európát egy központosítás mentén lehet megmenteni, és akkor gondolom hosszabb távon lesz majd központi hadsereg, meg ilyen-olyan-amolyan, csak nem fog működni, mert nincs a birodalomnak közös nyelve. Mert ez egy, az európai történelemben sajnos, ugye ez étmarcangolódott mindig a nyugat-római császárság, és azóta próbálják feléleszteni. Egyébként Napóleon is ezt akarta, csak Franciaország vezetésével. Azt az angolok is ezt szerették volna, Poroszország is ezt szerette volna, Habsburgok is. Mindenki ezt akarta, és akkor Oroszország együtt működve lett volna ebbe egy erős világbirodalom. De nyilván itt Amerika is képben van, tehát megy a folyamatos kavarás, keverés, és ebbe egy ilyen kis ország ez akadály. Na most ugye megint van az, hogy miért vagyunk benne, meg miért vagyunk külön. Hát azért vagyunk benne, mert ez az egész ipar, amit itt felépítettek, tehát ez egy kitett ország, azért is van ez a GDP esés, mert amikor beszarik mindenhol a gazdaság, az egy ilyen kitett export alapú országnál sokkal nagyobb trép. Csak azok, akik ezt a helyzetet kritizálják, azok a másfelé fordulást, mert ők most azt kritizálják, hogy miért vagyunk a nyugathoz kötődve. Hát a nyugathoz a kötődésünk miatt romlik a GDP. Tehát magyarán, hogyha mi fordulunk más irányba, vagy akarunk más csinálni, akkor ugye az az igazság, hogy akkor meg az nem jó. De hát most kiderül, hogy igazából azt kéne csinálni. Persze azt is lehetne, amit mondtam, hogy átváltánk egy olyanba, hogy kilépünk ebbe az egész fasságból, és akkor csinálunk valami kézműves terméket, ami kifejezetten magyar termék. Én már mondtam, a D1G című dalomban benne van a programom, a harmadik verzében a választási program, legalizálni a szerencsejátékokat, kaszinóállamot építeni, legalizálni a kaszinókba, illetve a kaszinóvárosokba a drogokat, ott a prostitúciót is legalizálni, a pénzmosást kilépni a nemzetközi adóegyezményekből, drogkártelek pénzét mosni, és én ebbe látnám a jövőt, és ezt a szolgáltatást adni a nemzetközi szintéren, és kurva gazdagok lennénk, repülőtereket építeni, Svájcból a kurváinkat hazahozni, itthon adózzanak, és ezt nyilván ellenőrizni megfelelő egészségügyi szolgáltatással, illetve prevencióval, a magyarok számára mindenhol munkát biztosítanánk, a kaszinó városokban, a gyönyörű lányaink pedig halálra keresnék magukat orvosi felügyelet mellett. Szenzációs. Gyógyszertárba lehetne egészséges drogokat kapni, érted, és kész, és szarni az egész Európai Unióra, menjek a picsába a pénzükkel együtt, le se szarnám, érted? Kit érdekel? Ide járna úgyis mindenki mulatni onnan. Itt éreznék jól magunkat, föntartanánk egy erős rendőrséget, aki a biztonságot fenntartaná, a szervezett bűnözést visszafolytanák, mert azt igazából az állam végezné, és ezzel megszületne a világ első magyar Cosa Nostra állama, első Don Vito Veto Corleone vezetésével, és akkor végre a nevéhez méltóan vétózhatna a tanár. Na de ez sajnos nem valósul meg, csak majd az én uralmam alatt, és addig marad ez a rövidebb, illetve ez a fajta felállás, amiben viszont az van, és ezt már látni kéne, hogy nem elég, hogy itt vannak a gyárak, de már a kutatásfejlesztésbe is belenyúl az ország, és előbb-utóbb a keleti kis tigrisek mintájára igyekeznek majd átvenni azt a fajta pozíciót, amikor már az iparunk meghatározza a termelést, úgy, mint Kínában. Tehát annak kéne történnie. És
Ugye viszont, tehát erről nem nagyon szeretnek beszélni a független objektív műsorokba, mert a GDP most a legfontosabb, de azt nem tudom, tudjátok-e, hogy Kínát büntető vámokkal akarták megszórni. Óriási egyébként. Hát én már évekkel ezelőtt, mikor csináltuk a dobhitelt, és akkor jött, hogy majd akkumulátorok lesznek 2016 tájékán. Én már akkor mondtam, hogy ez a zöld fordulat, amit akarnak csinálni, ez szimplán azért van, hogy valahogy a fogyasztásnak adjanak egy új pofont. Hogy gyártanak elektromos autót, kivezetik a robbanó motorosokat, és ennek igazából nem a környezetvédelem a célja, hanem az, hogy mindenki vegyen új autót. És ha mindenki új autót vesz, akkor tulajdonképpen mindenből újat kell venni, és akkor a kapitalizmusnak megint van miért gyártani a dolgokat. Ez csak erről szól ez a történet, erre keresik a megoldást, és ennek a mentén zajlik az akkumulátorgyár, meg az elektromos autógyártás is. És ugye Magyarország ebbe az iparágba szállt be, és tett föl erre nagyon sok mindent. Egyébként mindenki más is az EU-ban. Tehát még egyszer mondom, a kínai-koreai elektromos autógyárak, meg akkumulátorgyárak kritikusainak, hogy azok miatt, a gyárak miatt, amik ide települtek Magyarországra, és itt biztosítanak majd munkát, meg itt költik a pénzüket, meg itt fizetnek majd SZIA-t, meg ÁFA-t a szolgáltatásuk után, meg ugye itt kell őket ellátni folyamatosan minden lófasszal. Ezek a gyárak miatt a nyugat-európai országok, ahova nem jutott belőlük annyi, féltékenyek. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy ők örülnek, hogy ők nem kaptak belőle, de ugye közben megint egy paradox helyzet, tehát amíg az Európa-bajnokságot az Ali Baba, meg a BYD támogatja, tehát közben nagyon-nagy okossággal, tehát ezek a gyárak, tehát például Németország, összes ilyen Nyugat-Európa, bár azt hiszem Németország a büntető vámok ellen szavazott, de több ország is megszavazták a büntető vámokat a kínai autókkal kapcsolatban is. Erre ugye az Orbán egyedül erre vétózott, vagy talán még valaki vétózott ezzel szemben, és történt egy olyan dolog, és ez Magyarországra ugye akár már rövid középtávon, de középhosszú távon mindenféleképp előnyösen hathat, hogy a kínaiak ugye azt mondták, hogy aki a büntető vámra szavazott, azt ott hagyják a picsába, és idehozzák a kapacitásiaikat valószínűleg Magyarországra, illetve elmozdítják őket ezekbe az országból. Ami legszebb egyébként, hogy nagy valószínűséggel még büntető vámmal is olcsóbb lesz a kínai elektromos autó, mint a nyugati európai, tehát nem bírsz velük kibaszni egész egyszerűen. És idehozzák Magyarországra, amit a BYD-nek központját, könnyen lehet ez a rumor, erről beszélgetnek, és ez Magyarországnak ugye abban a gazdasági fordulatban, amire a kapitalizmusnak a megújítását, illetve a fogyasztás fokozását próbálják alapozni, amit én egyébként kritikus szemmel nézek, ezt hozzáteszem, tehát ez egy elemző beszélgetés. Ez Magyarországnak nagyon sokat hozhat a konyhára, mert ugye rengeteg befektetés és kapacitás adja ott a nyugati európai országokat, és aztán könnyen lehet, hogy ebből a helyzetből kialakul egy olyan szituáció, amikor is a gazdasági erőtér, meg a pénzforgalom nagy része Nyugat-Európából, Centrál-Európába kerülhet. Ez is benne van a játékban. Tehát, hogy a végén aztán úgy jártok, ti nagyon szomorú emberek, hogy egy ilyen közepes jólétből Európa egyik legjobb létet biztosító országába, illetve közegébe kerülhettek bele ennek a kapcsán. Hiszen az az igazság, hogy a magyar, illetve a Nyugat-Európa, meg az Európai Unió, az a szankcióival, a politikájával, a vámjaival, és közben a megoldatlan problémáival folyamatosan sebbe kúrja magát, és ezzel valamilyen módon lehetőséget is teremt azoknak, akik éberebben figyelik a dolgokat. És itt még egyszer mondom, hogy itt elvek, eszmék,
ideák, ezek nem számítanak. Tehát amikor például valaki azt hiszi, hogy Magyarországnak a jogállam miatt nem fizetik ki a pénzt, ez álomvilágban él, nem azért nem fizetik ki. Eleve nyugaton sincs olyan jogállam, amit az emberek gondolnak, hogy van. És itt lehet, hogy sokkal nagyobb szabadságban vannak az emberek, mint azt gondolják. Illetve, hát ki hol mennyire szabad? Tehát álmodnak emberek arról is, hogy a távol keleten, Dél-Koreában micsoda szabadság van, a demokratikus Dél-Koreában. Hát ajánlom mindenki, menjen kicsit, próbálja ki a dél-koreai demokráciát, és utána meglátjuk, vagy a japán liberalizmust, és aztán meglátjuk, hogy utána hogy tér vissza Budapestre. Tehát azért mondom, hogy még egyszer mondom, az Európai Uniótól mi semmit a két szép szemünkért cserébe nem kapunk. Mi azért, hogy ezeket a pénzeket beletolják az országba, és ezt régen is azért tolták az országba, hogy az ország fel tudjon zárkózni oda, hogy a nyugat-európaiak, Európai Unió által nekünk kitalált szerepet infrastruktúrával be tudjuk tölteni. És erre a kommunizmus vagy szocializmus végeztével nagyon sokan bólogatva reagáltak, és nagyon sokáig a magyar politikának az volt a hozzáállása, hogy ezt ki kell szolgálni. És ez teremtett egy olyan helyzetet, ami 2008-ban kicsúcsosodott, illetve már előtte 2006-ban is, és aztán jött 2010-ben egy ilyen unortodox politika, ami a nyugat-európai, illetve a világgazdaság emelkedésével úgy hatott az országra, hogy mi is emelkedni tudtunk belőle megfelelő intézkedésekkel, de azt is lehet látni, hogy ha szimpi, ha nem, ez a kormányzat igyekszik azon, vagy igyekezett azon, hogy valamilyen módon leváljon ezekről a dolgokról. Ez vonatkozik egyébként a energiahordozóknak a beszerzésére is, tehát amellett folyamatosan zajlanak kísérletek a más energiahordozók beszerzésére az orosz gázon meg olajon kívül, de ugye vannak földrajzi lehetőség. Tehát a világ a sokkal komplexebb, mint ahogy ezt elképzeljük, és amikor lánglelkű, ideológiai alapon megszólalja emberek szimpatikusak, vagy az igazságtansággal, vagy elnyomással, vagy a korrupcióval szemben fölépnek, vagy felszólalnak, ez tök oké, okay, csak a világ ennél komplexebb, és mindenhol van korrupció. Mindenhol van elnyomást, és mindenhol van jogállami kérdés. Az Egyesült Államoktól kezdve Timbuktuig mindenhol, csak a mértéke különbözik, meg esetlegesen, még talán nem is a mértéke sajnos a legtöbb esetben, hanem a díszlete, meg a jelmeze a különböző. De az emberek sajnos a nem tudásukból, a vágyaiktól vezérelve mindenhol lefocizzák ugyanazt a mozit, ráadásul elősegíti ezt nagy méretekben az, hogy bár a technikai eszközeik nagyon fejlődnek, egy szellemi elitnek hála, a tudománynak hála, az átlag emberi minőség az mind fizikálisan, mind mentálisan egyre inkább visszaesik, és egyre rosszabb, és egyre gyengébb. Ez egyébként látszik már a politikusokon, látszik a hatalomgyakorlókon, látszik az értelmiségen, látszik a átlag embereken, látszik a munkásokon, és látszik a parasztokon, meg mindenkin. Tehát itt ezeket kell figyelembe venni, és még egyszer mondom, ezt nem pártszimpátia alapon mondom én, meg nem is az, hogy ki kiért van oda, csak reálisan értelmezzük ezt a helyzetet, hogy a lehetőségeink az Európai Unióban ugyanott rejlenek, ahol a minket hátrányosan érintő intézkedések is. Az az igazság, hogy mikor hátrányos helyzettel kerülünk szembe, az azért van, mert az Európai Unió ugye hozott pénzt nekünk, de egy nagyban kitett szerepkörbe is kényszerített minket egyben, és ez benne van a játékban, és ezért az a pénz nekünk jár, és ezt politikai alapon nem lehet felülírni, mert mi ugyanúgy befizetünk, ugyanúgy szolgáltatunk, és ugyanúgy lehetőséget teremtünk, és ezért unfrankó a pénznek a nem odaadása. Ráadásul ilyen kitalált hülyeségek alapján, mikor az egyáltalán nem számít. Tehát azt higgyétek el nekem,
hogyha az Orbán vagy az ő kormánya csak egy másodperce is kimondaná vagy megfogalmazná azt, amit ezek hallani akarnak, abban a pillanatban kapná a pénzt. Vagy hogyha bebólintana arra, hogy teljes mértékben dobja fel a lábait és mutassa a hasát, hogy vakargathassák neki, az ország megkapná a pénzt, hogy csinálja, amit neki szántak. Csak mondd, de ez nézetkülönbség kérdése, tehát az is egy legitim állapot, hogy valaki ezt támogatja. Ez a kormány, ez szeretné a magyar államot, Magyarországot valamilyen módon biztosabb lábakon tudni, azért is, hogy egyébként tömni tudja az oligarchákat, meg az arisztokráciáját, meg a nagy tőkéseit. Ez a frankó. Tehát ez nem virágvasárnapi körmenet, bazd meg, meg nem izé, nem vasárnapi mise. Itt az összes lőzunge a kereszténységtől kezdve, a szuverenitás, minden, ezek aranyos dumák, ezek meghatároznak egy keretrendszert, amin belül ugye próbálják végrehajtani azt a politikát, ami hosszú távon a vezetőknek jobb, az embereknek is jó, mert egy biztosabb talajon tudnak bekerülni ebbe a birodalmi építésbe, ami egyébként még számtalan ponton elbukhat. Mert az amerikai működés, a háborúkhoz való viszonyrendszer, a háborúk alakulása, ne felejtsük el, hogy atomhatalmak vannak involválódva ebbe a dologba, tehát itt nagyon sok minden számít az egész, és mondom, az, hogy ne legyünk itt téve a nemzetközi folyamatoknak, ahhoz egész egyszerűen nem lehetünk a globális gazdaságnak ilyen módon a részesei, de ahhoz nem tudom, mit szólnának, mondom, hogyha az ország azt mondja, hogy oké, mi semlegesek leszünk minden szinten. És akkor mi tolunk valami alatt, mint Dubaj vagy Svájc. És akkor nézzük meg, hogy mi van. Csak például nem biztos, hogy ebben a helyzetben egy felfegyverzett Ukrajna mellett, ami majd ugye megmarad, mint egy ilyen háború után harcot tanult és tapasztalt ország rengeteg fegyverrel, ami országunk biztonságban van. Tehát itt mindig mindenki pengélen táncol, és ezt kell tanulni, értelmezni és megérteni, és nem kár azt hinni, hogy 800 kilométerre nyugatabbra kolbászból van kerítés, mert itt most pontosan azért vannak olyan számuk, mert nekünk ők az első számú partnereink, és az ő iparuknak a visszaesése, amit a szankcióik, a atomerőművek bezárása, a szénerőműk megnyitása okoz, és a többi, és a többi, északi áramlat felrobbanása, amerikai befolyásnak a kiszolgálása, az vezet oda, hogy elkezdtek gyengélkedni, meg az, hogy nem flexibilisek, hanem még mindig abban vannak, hogy ők a nagy európai gyarmatbirodalom, akit a világon mindenkinek illik szolgálni. És sajnos bizony keleten felzárkóztak, és ezért is érdemes keletre kacsingatni, mert felzárkóztak, és versenytársak lettek. És most a GDP, meg a számok mutatják, hogy bizony nem, hogy ennyire kell barátkozni, hogy befektetőt keresni, hanem még sokkal jobban rengeteg kapcsolatot, barátságot, szövetséget kell építeni, azon belül, hogy nyilván az alapvetéseket megtartja az ország. Ez az én véleményem ezzel kapcsolatban, remélem nem bántottam meg semmit, és senkit, erről érdemes beszélni, de hozzáteszem, én jó magam, Pityinger Dobmen László, különben az egész folyamattal szemben kritikus vagyok, mert nekem ezek a felvázolt narratívák mentén való élet és manifestáció nem kenyerem, én az elég birodalmát hirdetném meg, ahol az embernek mindenből annyi legyen, amennyire szüksége van, és ne attól érezze magát visszaigazolva, hogy több van, mint másoknak. Igazából, eledelből és pénzből is. Köszönöm a figyelmet, további szép éjszakát, namaste, csumi! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!